Az ingázó magyar munkavállalók február 10-től bonyolultabban utazhatnak be Ausztriába. Eddig csak munkáltató igazolással kellett rendelkezniük, ez szerdától megváltozik. Ugyanis Ausztria bevezette azt, hogy a belépéshez már ez az egy dokumentum nem elég az ingázáshoz, az ingázó munkavállalóknak, hanem emellé kell még egy beutazási regisztráció is, illetve egy negatív COVID-tesztnek a felmutatása, és ezek heti rendszerességgel. A regisztráció alatt értendő egyrészt a beutazási regisztráció, ez a pre-travel clearance nyomtatvány, amelyet az ingázóknak hetente egyszer kell elvégezni, hogyha legalább hetente egyszer járnak ki Ausztriába, és ezt mindig hetente kell megújítani, kivéve, hogyha például építőiparban dolgozók mindig más helyen dolgoznak. Akkor természetesen minden változáskor újat kell kiállítani, tehát legrosszabb esetben naponta. Ez az egyik. A másik, amit szintén sokan használják a regisztráció kifejezést, az a teszt, ahol időpontot kell foglalni. A tesztre szintén hetente van szükség, és ez tartományonként eltérő, hogy az ingyenes teszt lehetőségek milyen módon zajlanak. Bécs például egyszer kell regisztrálni ebben a rendszerben a tesztekhez, az ingyenes tesztekhez, és utána mindig csak időpontot kell foglalni. Dalos Bertold arra figyelmezteti az ingázókat, hogy a COVID-tesztekre való regisztráció szabályai tartományonként változhatnak. Ezekről érdemes tájékozódni. Az Ausztriában dolgozó magyar munkavállalóknak tehát mostantól két dologra mindenképpen oda kell figyelniük, emelte ki a projektmenedzser. Alapvetően a teendője a munkavállalóknak, hogy át tudjanak jönni a határon, egyrészt megcsinálni ezt a beutazási regisztrációt, ezt online ki tudja mindenki tölteni, viszonylag kevés adatmegadása szükséges, a név, a születési idő, elérhetőségek, illetve az a hely, ahol az ember Ausztriában tartózkodni fog. Tehát, hogyha van neki ideiglenes lakása, munkásszálló, akkor azt, ha nincs, akkor pedig mindig a munkahely címét. Ez az egyik feladat, a másik pedig az, hogy mindig egy negatív tesztet hetente az ember elvégezze. Az sem mindegy, hogy milyen típusú a COVID-tesztünk, egy egyszerű gyors teszt nem megfelelő, ezt nem fogadja el az osztrák hatóság. Ami fontos, hogy nem fogadják el azt a tesztet, amelyről nincs orvosi vagy tesztelőintézet által kiállított igazolás. Így tehát már gyógyszertárokban kaphatók ezek a tesztek, amiket bárki otthon el tud végezni. Itt antigén vagy PCR tesztről van szó, tehát ezeket fogadják el. De ha valaki otthon végzi el a tesztet, az sajnos nem elég, mert nincs róla semmilyen igazolása. Fontos tehát, hogy itt Ausztriában van ingyenes lehetőség ezeknek a teszteknek az elvégzésére a tesztközpontokban tartományonként, illetve a tegnapi nap óta ezt gyógyszertárokban is kínálják ingyen ezt a lehetőséget, és ők kiállítanak egy igazolást, amelyet elfogadnak a határon. Egy könnyítés van a tesztek tekintetében, hogy beutazás lehetséges, hogyha valaki nem tud felmutatni tesztet, viszont 24 órán belül kell ezt pótolnia. Várhatóan az ellenőrzések miatt a határátkelő helyeken hosszabb lesz a várakozási idő, és érdemes a dokumentumokat nem telefonon tárolni, hanem előre kinyomtatni.